Köszöntöm a Pécs TV nézőit, ez az eheti civil fórum. Ismerkedjenek meg először a Kézművesek Baranyai Egyesületével. A Kézművesek Baranyai Egyesülete 1998-ban 29 taggal alakult Zengővárkonyban. Ott a tájház pajtájában hozták létre a Míves Tojás Múzeumot. A kiállítás megnyitása egybeesett a falu milleniumi napjával 2000 virágvasárnapján. Ezt az ünnepséget is a civilek irányításával, összefogott munkájával valósították meg. Ezzel tették le az alapját annak, hogy Zengővárkony mostanra egy kis múzeumfalu lett. Rendezvényeik színét 2003-ban megváltoztatták, és Pécsre költöztek. 9 éve már, hogy a megyében lévő kistérségi iskolákkal is szoros kapcsolatuk alakult ki. Ezt a munkát nagyon fontosnak tartja az Egyesület, egyrészt, hogy megismertessék a gyerekekkel a mesterségeket, szokásokat, másrészt, hogy egyfajta alternatívát mutassanak a pályaválasztáshoz, hiszen ezekben a kicsi falvakban nagyon kevés a munkalehetőség. A mára már 38 tagot számláló postavölgyi székhelyű kézművesek Baranyai Egyesülete hétvégén tartotta Kemencés Álmok elnevezésű fesztiválját. A kétnapos rendezvényen kézműves vásár, gyerekkuckó, zenei programok, kézműves foglalkozások, korongozás és szövés várták az érdeklődőket. Természetesen a kemencés finomságokat is megkóstolhatták a résztvevők. Vendégem a stúdióban Horváth Ágota, aki elnöke az Egyesületnek. Üdvözlöm! A nézők most megtudhattak már néhány információt az Egyesületről, ugye 1998-ban alakultak. Menjünk mi vissza egy kicsit a múltba. Miért volt szükség létrehozni ezt az Egyesületet? Akkor ugye 29 tagja volt, most pedig már 38-ra bővült. Kicsit a kezdetekről, hogyha mesélne nekünk. Hát a kézművesek magányosan dolgozó mesterek, és amellett, hogy otthon a műhelyünkben készítjük a munkáinkat, vágyunk társaságra. Vannak olyan dolgok is, amiket egyedül nem tudunk elérni. Információkhoz jutni, vagy megjelenni egy-egy vásáron sokkal jobb, hogyha társaságba megyünk, és ha felmerült az igényünk jó néhányunknak, hogy fogjunk össze, és csináljunk egy hivatalos formáját a társaságunknak, és így jegyeztettük be az Egyesületünket akkor 1998-ban az Zengővárkonyi helyszínnel. Mi volt akkor a fő profil, és mi változott ez alatt az idő alatt? Akkor zömébe fazakasok gyűltünk össze, lehet, hogy azért, mert én magam is fazakas vagyok, de voltak szövők, gyerekjátékkészítő, busomax készítő. Tulajdonképpen a hely varázsa vitt minket Zengővárkonyba, a tájházba, volt az első telephelyünk. Egyszerűen csak együtt szerettünk volna lenni, és a mesterségbéli tudásunkat tovább szerettük volna adni például gyerekeknek, és már a kezdetektől megalkottuk az aprómarok programunkat, és ennek keretében oktattuk a gyerekeket a mesterségekre. Mi a tapasztalat, mennyire fogékonyak a mai fiatalok az iparművészetre, a népi hagyományokra? Én szerintem fogékonyak. Mindig az a fontos, hogy mit kínálunk tárcán. Hogyha mutatunk nekik valami szépet, akkor arra fogékonyak. Tehát mindig arra, amit mutatunk. Tehát ezért nagy a felelősségünk, hogy mit mutatunk. És hogyha tévutakra tereljük őket, mert mindig szeretnének ők valamit csinálni, akkor sajnos nem szép dolgokat fognak csinálni, vagy nem olyat, ami a mi hagyományainkhoz hű. Az a fő célunk is, hogy ezt a nagyon színes hagyományt, amit kaptunk, ezt nem csak a kézművességben, hanem egyáltalán az élet, magyar életformában, az ételeinkbe, a szokásaink, viseleteink, táncaink, énekeinkbe, ezt továbbadjuk a gyerekeknek, mert szerintem ez kötelességünk. Mikor költözött át az Egyesület Postavölgybe, és ott hogyan valósult meg ez a ház, ami most az Egyesület székháza? 5 évig voltunk Zengővárkonyban, és 5 év után az én kis postavölgyi kertembe költöztünk. Ott a programok csak szabadtérbe tudtak folyni, mert nem volt ott épület. Akkor májustól szeptemberig csináltunk programokat, voltak néprajzi előadások, a gyereknap, ilyesmi, és 4 évvel ezelőtt tudomásomra jutott, hogy lakatlan a régi iskola épület Postavölgybe, ami az én utcám elején van pont.
és a város felé kérvényt nyújtottam be, hogy szívesen használatba vennénk ezt az épületet, és miután megkaptuk, utána a város kötött velünk közművelődési megállapodást, és azóta ott vagyunk. Milyen programok vannak? Vannak állandó programok, illetve azt láthattuk, hogy az emeleten kiállítás is van. Mindig van valamilyen kiállítás a teremben. Ez egy tantermes, osztatlan elsőtől negyedik osztályig iskola volt, tehát egy szép nagy terem van. Ott mindig van valamilyen kiállítás, valami kézműves kiállítás volt már, kékfestő. Most például az Egyesületem kiállítása van, tehát sokféle kézművességnek a képviselőinek a kiállítása van. És vannak persze állandó programok, állandó szakkör van, minden pénteken 4-től felnőtteknek is, és gyerekeknek is van kézműves szakkör. Mindig másnak hívjuk, azért mert kapcsolódunk az ünnepkörökhöz, vagy éppen ahhoz, ami igény felmerül, amihez kedve van a gyerekeknek, és akkor azt tanítjuk nekik. Azt a nézők is láthatták a rövid összeállításból, hogy magában a házban is azért megpróbálják megvalósítani azt, hogy a népi hagyományokra odafigyeljenek, tehát a berendezés is olyan kint is, bent is, tehát ahogy körbenézhetünk, nagyon figyelnek oda. Hogy lehet ezt a mai világban megvalósítani egyáltalán? Hogy tudnak berendezni egy ekkora épületet így, hogy a népi hagyományoknak megfeleljen? Ez folyamatosan megy a berendezés, tehát én arra mindig törekedtem, hogy csak olyan bútor ne legyen, ami máshol valahol nem kellett, tehát apródonként szedegettük össze a berendezést, és szerintem ez ugyanúgy van, mintha az otthonunkat rendezzük be, hogy mindenki olyan tárgyakkal veszi körül magát, ami neki kedves, vagy ami az ő stílusa. És a hosszú évek alatt így, tehát a berendezési tárgyaknak a gyűjtése 16 év alatt történt, nem csak most. Ugye Postavölgyben van ez az épület, és ott is van ez a közösségi tér. Honnan várják, honnan érkeznek általában a programokra a résztvevők? Onnan a környékről, vagy azért Pécs belvárosából is? Onnan is a környékből, de van egy olyan hűséges érdeklődési körrel bíró társaságunk, akik már Zengővárkonyba is kijöttek utánunk Pécsről, és Pécsről is igen. Hogy sikerült a hétvégi Kemencés Álmok Fesztivál? Ez már a negyedik volt, ha jól tudom. Igen, a negyedik volt. Kétnapos volt ez a rendezvény, és tulajdonképpen az aratás után szoktuk megrendezni mindig, amikor a kenyérnek adunk egy kis tiszteletet. Leginkább kenyérlángost, kenyértésztából lángost szoktunk sütni, és abba is beszoktuk vonni a gyerekeket is, hogy lássák, hogy készül a kenyér. Nagyon jól sikerült szerintem, tehát én most nagyon boldog vagyok amellett, hogy elég fáradt, mert érdemes közösséget formálni. Egy kicsit abból a szempontból szomorú vagyok, hogy Postavölgyből igen nehezen lehet megmozdítani az embereket, aminek nem is tudom a magyarázatát. Évek óta készítek, mint postavölgyi lakó, egy kis újságot, a Postavölgyi Hírharangot, amiben mindenféle általam érdekesnek ítélt, vagy az ő számukra érdekesnek ítélt híreket írunk be. Így minden postaládába bekerül ez a kis újság. Most is a program is, általában a gyerekek a postások, mindenkinek megvan a kis területe, és a helybeli gyerekek szokták kézbesíteni. Ugye egy picit az Egyesületről még beszéljünk, azzal büszkélkedhetnek, ugye, hogy nagyon sok díjat kaptak, sok kitüntetett van. Egy-kettőt, hogyha kiemelne, hogy milyen művészek dolgoznak az Egyesületnél, illetve mik azok a kitüntetések, díjak, amikre leginkább büszkék? Vannak, hát ahogy említettem, vannak fazekasok, nem sorolom föl, hanem inkább igen, néhány embert kiemelek. Például Mezei Otto fazekas kárászról, Gulyás Árpád, aki gyapjú feldolgozó, az egy igen ritka mesterség. Most már tavaly lett népművészetmestere hajta György Zsigmond. Aztán jó magam is. Amire büszkék vagyunk például, hogy a Kecskeméti Enterőr pályázaton már kétszer is nyertünk kollektív díjat, ami azért nagy dolog, mert hogyha egy személybe az ember készül egy pályázatra, akkor ugye csak attól függ, hogy én mit gondolok, hogy mit adok be, de az, hogy egy enteriőrt, egy 4-5 mestert összefogó
tárgy együttest adjunk be, azért ahhoz még több kell, tehát ahhoz tényleg együtt kell gondolkozni, meg egyformán kell gondolni. Ugye a tagokról már beszéltünk, most egy picit beszéljünk még a célokról. Mi lehet az egyesületnek a célja? Bővíteni szeretnék a repertoárt, az minél több tagjuk legyen, minél több rendezvény legyen, és egyáltalán mennyire van lehetőség, akár pályázati lehetőség a városban? Hát, hogy bővítenénk-e, nem tudom, tehát elég sok programunk van már így is, és elég nagy feladat ez, mert azt tudni kell, hogy az egyesületben senki nincsen, aki pénzért csinálná, tehát nincsenek alkalmazottak, a házat is társadalmi munkából tartjuk fönt, tehát bérekre soha nincsen keretünk. De ez nem is lényeges, mert egy egyesület erről szól, tehát nem várjuk mi ezt el. A programok viszonylag színesek. Én úgy gondolom, van Mikulás ünnepség, vannak kiállítások, néprajzi előadások, ez a kemencés nap, és most ami új lesz idén, az az, hogy októberben egy pályázatnak adunk helyet. Én az Országos Fazekas Bizottságnak a tagja vagyok, és büszke vagyok arra, hogy az én ötletem megvalósult, amire fiatal koromban nagyon vágytam, hogy műhelyre látogathassak. Ez nekem nem adatott meg akkor, és most azt gondoltam ki, hogy 35 év alatti végzett fazekasoknak kiírtunk egy pályázatot már 3 évvel ezelőtt, akik közül mindig egyet választunk ki arra, hogy a jelentkező mesterekhez látogassanak el egy-egy hétre, és a díjkiosztás és a munkákból való kiállítás ezúttal a Cuháréban lesz októberben. Lehet-e olyan programokon mondjuk részt venni, ahol mondjuk meg lehet tekinteni, hogy hogyan készül akár egy edény? Tehát szerveznek-e olyan programokat, akár ilyen korongozás? Mert láttuk hétvégén is, hogy a kisgyerekek is kipróbálták, de mondták, hogy nagyon nehéz. Igen, az a korong, ami ott volt, az egy gyerekléptékű igazi fazekas korong, mert számtalanszor megfordult a műhelyembe gyermek, aki kérdezte, hogy mikor próbálhatja ki, és hát azt tudtam neki mondani, ha majd megnő a lábad annyira, hogy leér. És egyszer csak csináltattam egy igazi korongot, ami gyerekléptékű, nagyon népszerű, hát most is ott sorba álltak a gyerekek. Igen, hát egyrészt ebbe, meg amikor például gyereknap van, bármelyik rendezvény van, akkor mindig vannak kézműves foglalkozások, ami által ki lehet próbálni minden mesterséget, amit éppen akkor kínálunk. Aztán részt veszünk 1999 óta a mesterségek ünnepén, mert az egyesület tagja a Népművészeti Egyesületek Szövetségének, ami ezt a mesterség ünnepét rendezi. Ott is mindig a hangsúlya a mesterség bemutatókon van, hogy be is mutatjuk, és ki is lehet próbálni. Hogyha valaki mondjuk érdeklődik a fazekasság iránt, akkor mit tud neki mondani? Mik azok a legfontosabb dolgok, amiket mindenképpen tudni kell ahhoz, hogy valaki neki üljön? Tehát mondjuk milyen adottságokkal kell rendelkezni, mire kell odafigyelni? Kitartásnak. Kitartásnak, lelkesedésnek. Szerintem ez a legfontosabb. Utána jön csak az ügyesség. Mert ez egy olyan mesterség, ami gyönyörű, de nagyon-nagyon nehéz. Nagyon nehéz annyira megtanulni, hogy tényleg azt csinálja a kezem, amit én akarok. Mert sok minden sikerül, ami hát majdnem valami, majdnem kis tányér egy darabig, de utána még odáig eljut valaki, hogy uralja azt az agyagdarabot, az sok-sok idő, és nagyon-nagyon kell abba hinni, hogy sikerülni fog megtanulni, mert azt az időszakot, amíg főleg kudarc érni az embert, azt át kell tudni hidalni. Aztán viszont tényleg nagyon varázslatos. Amikor én fazekas lettem, azt mondta a keresztapám, aki katolikus pap volt, hogy isteni mesterséget választottam. És sokat gondolkoztam azon, hogy lehet az, hogy a cserép egy olyan anyag, ami időtállóbb, akár a legkeményebb fémnél is. És ez azért van így, mert abban az esetben, amikor a cserép ég a kemencébe, mind a 4 őselem jelen van. Nincs még egy ilyen helyzet, mint ez, hogy ott van a föld, a víz, a levegő és a tűz. Elegen érdeklődnek a fazekasság iránt, illetve elég fazekas van ön szerint? Én most félek. Az én korosztályomban még igen, de a fiatalabbak között már nem. Én az utánpótlást azt nagyon kritikusnak tartom. Tehát azt gondolom, hogy a
fiatalok nem nagyon szeretnek ennyit küzdeni valamiért, mint amit ez jelent. A másik az, hogy nagyon nehéz ebből megélni. Tehát nem tudjuk azzal biztatni a fazekasinast, hogy ebből rendesen meg lehet élni, mert sajnos az általános válsággal mi is válságba kerültünk, mert ez egy olyan termék, ami szép, nagyon hasznos, nagyon kéne, de hogyha nem jut rá, akkor bizony érzékelhetjük, hogy az emberek nem tudják annyira megvenni, mint jó néhány évvel ezelőtt. Magának a közösségi térnek a neve honnan jött? Hát úgy hívják, hogy Cuhári. Igen. Ez nagyon furcsa, és nagyon sokan megkérdezik tőlem. Én az Alföldön születtem Karcagon, és ott voltam gyermek, és amikor a házat megkaptuk, édesanyámmal azon gondolkoztunk, hogy mi legyen a neve, egy olyan, amiről csak ez fog eszébe jutni mindenkinek. Hogyha az Alföldön lennénk, akkor nem volna ennyire egyedi, mert ez a Cuhári szó olyasmit jelent, mint régen a fonó vagy a guzsajas, de nem feltétlen kellett a Cuháréba dolgozni, vagy együtt dolgozni, hanem például ment valaki az utcán, és egy másik megkérdezte, hogy hová mész, és ő azt válaszolt, hogy Kovácsékhoz megyek Cuháréba. És ez a másik ember, aki megkérdezte, mehetett vele, és összeültek, beszélgettek, együtt voltak, tulajdonképpen komáztak. Ha volt valami munka, akkor azt is elvégezték, meg hogyha valaki vitte egy kis patogatott kukoricát, megették. De ezek nem voltak kötelező dolgok, mint ugye mondjuk a fonóban, mert ott megfontak. És arra gondoltunk, hogy ez egy ilyen tér legyen, hogy csak azért jöjjön oda mindenki, hogy szeressünk együtt lenni. Az iskolákkal tartják-e még a kapcsolatot? Igen, 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 az iskolákkal is, ahol van igény. Sajnos kevesebb az igény azért, mert egész másképp tudnak gazdálkodni az iskolák, mint régebben, mert régebben erre volt keret, hogy kézművességet tanítsunk a gyerekeknek. Nagyon ügyes iskolának kell annak lenni, aki minket meg tud hívni. Azért is, nem minthogyha mi drágán mennénk oda, hanem a mi számunkra is volt olyan pályázat régebben, amikor alapanyagokra tudtunk pályázni, és akkor már könnyű volt megoldani. És ezek kistérségi iskolák, vagy pécsi iskolák is megkeresik azért önöket? És is, igen. Kistérségi iskolák is, és van, hogy pécsi iskolák. Mi ennek a missziónak a legfontosabb feladata? Az, hogy kedvet hozzunk a gyerekeknek arra egyrészt, hogy megismerjék a népi mesterségeket, hogy milyenek vannak, de a legfontosabb az, hogy annak az ízét érezzék meg, hogy milyen nagy öröm ajándékot készíteni valakinek, és hogy nem a vásárolt ajándék a nagyobb öröm, mert amíg az ajándékot készítjük, addig is arra gondolunk, akinek szánjuk. És az már nekünk akkor is nagy öröm, hogyha véletlen nem örülne neki a másik, mert mi már akkor kiörültük magunkat, hogyha még a megajándékozott is örül a kezünk munkájának, az plusz ajándék nekünk. Tehát ezt szeretnénk elültetni bennük. Mikor lesz a legközelebbi rendezvényük? Mikor lehet elmenni Cuháréba? Cuháréba minden pénteken lehet jönni, minden hónapban van egy utolsó csütörtöki néprajzi előadás. Legközelebb augusztus 20-án megyünk a mesterségek ünnepére a várba, Budai várba, és október 4-én, 5-én lesz ez a vándorló fazekas segédek pályázat kihirdetése, és akkor is érdekes előadások lesznek a fazekasságról, neked meg lehet nézni ezeket a szép edénykéket. Egy év múlva mivel lenne megelégedve? Hogyha egy év múlva ugyanitt ülnénk és beszélgetnénk? Egy év múlva? Azzal, hogy ha még egy kicsit több gyerek jönne a Cuháréba, meg még egy kicsit több postavölgy jönne a rendezvényeinkre. Köszönöm szépen Horváth Ágotának, hogy elfogadta meghívásunkat, és akkor sok sikert kívánunk, és mindenkit csak bíztatunk, hogy akit érdekelnek a népi mesterségek, egy kis népművészet, néphagyomány, az látogasson el postavölgybe. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Pécs TV nézőitől is búcsúzom. Ez volt erre a hétre a Civil Fórum. Jövő héten találkozunk, viszontlátásra.